Kicsit fáradtan, de alapvetően elégedetten érkeztünk haza Luxemburgból, ahol az agrárminiszterek tanácsának volt ülése, a parlamenti képviselőkkel párhuzamosan, és a közös agrárpolitika reformjának egy nagyon fontos állomásához érkeztünk már, ami a 14-20 közötti időszakot, a mezőgazdaság és vidékfejlesztési támogatásokat, azok szabályozását illeti. Az ír elnökségnek mindenféleképpen az volt a célja, hogy június végéig az Európai Unió három fő intézménye, a parlament, a tanács, illetve a bizottság a közös agrárpolitika tekintetében közös nevezőre jusson. Az elmúlt napokban, illetve gyakorlatilag éjjelente is ezen fáradoztunk valamennyien az agrárminiszterek, és örömmel mondhatom azt, hogy tegnap éjfélkor megszületett a kompromisszumos javaslat, és nagyon bizakodóak vagyunk a tekintetben, miután a parlament ott levő képviselőjével is folyamatos volt az egyeztetés, hogy néhány óra múlva Brüsszelben be fogják jelenteni, hogy az Európai Parlament is hivatalosan is elfogadta és támogatni fogja majd ezt a kompromisszumos javaslatot. Ez azt fogja jelenteni, hogy a 14-20 közötti időszaknak a legfontosabb szabályai, mind az agrártámogatások, mind a vidékfejlesztési támogatások tekintetében, mind a piacszabályozás tekintetében, mint pedig az úgynevezett horizontális rendelet, tehát a pénzügyi eszközök tekintetében meg fognak születni, illetve ezt követően a végrehajtási jogszabályoknak mind uniós szinten, mind pedig tagállami szinten, ez már a litván elnökség alatt fog bekövetkezni, tehát ezeket a szabályokat részleteiben ki lehet dolgozni. Tehát egy nagyon fontos állomásnál vagyunk, de a munka még természetesen nem ért véget, még sok részletkérdést tisztázni kell. Az külön öröm számunkra, hogy a 2011 első fél éves magyar elnökség alatt megfogalmazott célkitűzések úgy gondolom, hogy maradéktalanul érvényesültek ebben a kompromisszumos javaslatban. Ugye ez a három fő célkitűzés volt az élelmiszertermelés és az élelmezés biztonság növelése, a fenntartatósági szempontok, környezetvédelmi szempontok érvényesítése, és nem utolsó sorban a vidéki foglalkoztatás, a vidéki életminőség javítása, illetve növelése. Engedjék meg, hogy néhány konkrét dologról is beszámoljak, amiket itt fontosnak tartottuk, azt megpróbáltuk kiemelni, és ezekből néhányat ismertetnék. A magyar álláspontban végig prioritásként szerepelt az úgynevezett érzékeny ágazatok támogatása, támogatásának növelése. Ez alapvetően a munkaigényes ágazatokat jelenti, illetve érinti, elsősorban az állattartást, illetve a zöldség és a gyümölcs ágazatot. Jelenleg meglehetősen korlátozott mértékben támogathatóak ezek az ágazatok. Jelen szabályok alapján termeléshez kötötten 3,5% a közvetlen nemzeti borítékunk, közvetlen támogatási borítékunk mindössze 3,5%-át tudjuk ezen a jogcímen kifizetni, ez gyakorlatilag a különleges tejtámogatás jelenti. A tegnapi kompromisszumos javaslatban ez a 3,5% ez a közvetlen támogatási borítékunk 15%-ára, tehát meglehetősen nagy mértékben emelkedett. Ebből a 15%-ból 2% kifejezetten a fehérje növények támogatására fordítható, tehát ez is kedvez az állattartásnak, és a többi támogatható ágazatról pedig egy lista az, ami rendelkezésre áll, ez főleg a szántóföldi növényeket, ahogy említettem, a zöldség-gyümölcs ágazatot, a kérődző ágazatot, tehát szarvasmarha jó ágazatot,
és még néhány egyéb területet érint. Hát úgy gondolom, ez egy nagyon fontos eredmény, amit sikerült elérnünk. Szintén Magyarország végig folyamatosan kiemelten kezelte a fiatal gazdák támogatását. Magyarországon jelenleg a 40 év alatti gazdálkodók aránya mindössze 6%, tehát nagyon alacsony, ezért is kezeltük kiemelten. Ugye eddig is volt lehetőség a fiatal gazdák támogatására a vidékfejlesztési pillérből, ami az újdonságot jelenti, hogy a következő időszakban az egyes pillérből, tehát a közvetlen támogatásokból is támogathatók lesznek majd a fiatal gazdák. És ami szintén nagyon fontos, hogy a Magyarország esetében fiatal gazdák támogatására volt egy 25 hektáros maximális támogatható területnagyság, ez sikerült a kompromisszumos tárgyalások során 90 hektárra fölvinni, tehát még kedvező pozíciót tudtunk elérni e tekintetben. Szintén nagyon fontosnak tartjuk, hogy lehetőség lesz a kisgazdaságok egyszerűsített támogatására. Tudjuk, hogy az uniós támogatási rendszer meglehetősen bonyolult, de a kisgazdaságoknak lesz egy valóban egyszerűsítés jelentő rendszer. Az egyszerűsítést az jelenti, hogy a zöldítés feltételeit, illetve a kölcsönös megfeleltetés feltételeit nem kell ezen gazdaságoknak teljesíteni. És még ami fontos, a korábbi bizottsági javaslathoz képest ezen kisgazdaságok támogathatósága olyan 1250 euró per üzem per év lesz majd várhatóan. Ezt majd pontosan ki kell számítani, olyan 5-6 hektár alatti gazdaságokat jelent. Úgy gondoljuk, hogy nagyon sokan fognak majd ebbe az egyszerűsített rendszerbe belépni. A zöldítést, ha már említettem, ugye említettem, hogy a magyar célkitűzések, magyar elnökség alatt elfogadott célkitűzések között szerepelt a fenntartható gazdálkodás a természeti erőforrásokkal, és ez a közvetlen támogatási rendszerben zöldítés címszó alatt a közvetlen támogatások 30%-át jelenti, tehát nagy összegről van szó, ez körülbelül 80 euró per hektáros összegről van szó. Azt kell mondanom, hogy az eredeti bizottsági javaslat nagyon jó irányba módosult. A legtöbb vita talán ennél a komponensnél voltak, ezen belül is az úgynevezett ökológiai célterület fenntartásánál. Olyan feltételek voltak az eredeti javaslatban, amely gyakorlatilag szembe ment az élelmiszer termelés növelésével. Úgy gondolom, hogy a tagországokkal együtt sikerült elmozdulnunk egy olyan irányba, amelyet már a gazdák, a gazdálkodók is el tudnak fogadni, és egyszerűen végre tudnak hajtani majd, hogy mondjak egy konkrét példát, az ökológiai célterület fenntartása a 15 hektár alatti üzemeknél nem lesz kötelező, ugye ez a 7% gyakorlatilag termelésből való kivonás jelenti üzemenként, illetve a termény diverzifikációs feltétel is, ami eredetileg 3 hektártól indult volna, az 10 hektártól fog a jövőben indulni, és 10 hektár és 30 hektár között csak 2 növény termesztése lesz kötelező, és 30 hektár fölött lesz kötelező 3 növény. Speciális magyar szempont volt, és sikerült elérnünk azt, hogy az izobiklóz kvótánkat 30 ezer tonnával meg tudjuk emelni. Kvótaemelést egyedül Magyarország kapott bármilyen piacszabályozási területen, mi esetünkben ugye izobiklóz témájában. Ez úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hiszen a horvát csatlakozással veszélybe került ez a izobiklóz kvótánk, ami nemzetgazdasági szinten nagyon fontos. Néhány szót hagy mondjak a vidékfejlesztésről, tehát a kettes pillérről. Itt is a prioritások, a legfontosabb jogcímek, célkitűzések közé sikerült felvenni az élelmiszeripar fejlesztését is a vidékfejlesztési célok közé. Nem kell mondanom, hogy mind a kis élelmiszeripari kapacitások, mind pedig a nagyobb élelmiszeripari fejlesztések nagyon fontosak Magyarország számára.